tanárok és tanítók után az igazgatóknak is emléket állított Jászfényszaru városa, az igazgatók emléktáblája több mint egy évszázadot ölel át. Penzner Pál festőművész születésének 100. évfordulójára emlékeztek Jászfényszarun, a város díszpolgárának tiszteletére jubileumi emlékérmet adtak ki. Felvillant az első és második gyertyafény is a városi adventi koszorún. Meghitt, lélekemelő programmal várt a Jászfényszaru az ünneplőket. 8. alkalommal rendezték meg a városban a fogadhajtó bált, közel 200 vendég érkezett a térségből. Köszöntöm a Jász Trió Televízió minden kedves nézőjét, Jászfényszarui magazinunkat láthatják. A Fényszaruiak Baráti Egyesületének kezdeményezésére a tanítók és tanárok után az igazgatóknak is méltó emléket állított a város. Az igazgatók táblája több mint egy évszázadot ölel át. Az első intézmény vezetőtől Márkus Jánostól a jelenleg regnáló Lovászné Török Magdolnáig összesen 14 igazgató irányította és fogta össze Jászfényszarun az oktató-nevelő munkát. A mai ünnepségünkkel válik teljessé a tanítók, tanárok, igazgatók nevének fennmaradása a következő századokra. Tóth Tibor a FÉBE elnöke köszöntötte a megjelenteket december 3-án a nagyiskolában, ahol több mint egy évszázadnyi igazgatói munkának állítottak emléket. Az ünnepséget Zsámboki Zoltán volt igazgató születésének 90. évfordulójára időzítették. A FÉBE kezdeményezéséhez, illetve annak anyagi megvalósításához Jászfényszaru város önkormányzata, a Jászfényszaru, az Oktatásért Alapítvány és a Jászfényszaruért Alapítvány is csatlakozott. Az igazgató táblája több mint egy évszázadot ölel át. Az első igazgatótól, Márkus Jánostól, a jelenleg regnáló Lovászné Török Magdolnáig. Összesen 14 igazgató irányította, fogta össze Jászfényszarut oktató-nevelő munkáját. Közülük 6-an ma is élnek, és Jászfényszaru megbecsült és elismert polgárai. Az ünnepi beszédet Nagy Károlyné Rékasi Erzsébet, egykori diák és pedagógus, 60 város nyugalmazott általános iskolai igazgatója mondta. Beszédében megemlékezett a korabeli tanítókról és vezetőkről, akik példaértékű tevékenységükkel irányították az intézményt az elmúlt több mint 100 évben. Jászfényszaru története jó példa arra is, hogyan lehet gondoskodni arról, hogy nevelőtestülete maga egészében olyan legyen, amely a kor színvonalának és a társadalom igényeinek megfelelően képes legyen az új nemzedék. Ez az iskola, úgy érzem, egyike a keveseknek. Az ünnepség végén leleplezték az emléktáblát, és köszöntötték az iskola egykori igazgatóit, akik ma is Jászfényszaru megbecsült és elismert polgárai. Az elhunyt igazgatók emlékére gyertyát gyújtottak, és egy szálvirággal tisztelegtek munkásságuk előtt. Penzner Pál festőművész születésének 100 éves évfordulójára emlékezett a város december 3-án. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete az önkormányzat anyagi támogatásával jubileumi emlékérmet adott ki. Az érem tervezését, a gipszminta elkészítését az egyesület tagja, Szabó Imre fia Béla szobrászművész, Jászfényszaru díszpolgára ajánlotta fel. Penzner Pál festőművész, Jászfényszaru díszpolgára születésének 100. éves évfordulója alkalmából jubileumi emlékérem kiadását kezdeményezte, melynek bemutatására ezen ünnepség keretében kerül sor. 100 éve született Penzner Pál festőművész, aki emberisége és munkássága nyomán örökre beírta magát Jászfényszaru város történelmébe. Különleges adottsága volt, hogy képes volt számos festészeti stílusban alkotni, majd ezt kombinálni a saját technikájával. Igen közkedvelt, minden iránt érdeklődő és életvidám ember volt. Penzner Pál emellett a város díszpolgára, a helyi általános iskola odaadó támogatója volt, aki sosem feledte származását.
kiváló helyesírással írt, tehát abban egyetlen egy hiba nem volt. Azon túl pedig, amikor hazajött, akkor nem kereste a szavakat, hogy már csak oké volt, meg nem tudom micsoda, de semmiféle akcentusa nem volt, szépen beszélte a magyar nyelvet, és amikor másnap hazamentem kérdezni nagymama tőlem, aki egyébként akkor már olyan körülbelül 94 éves volt, Pari bácsi meg 90, azt hiszem ez volt az utolsó útja, amit Magyarországon töltött, azt hiszem, Márti, ki volt az az öreg ember? Szóval ennyit erről, aki egyébként soha nem öregedett meg. Én nagyon örültem, hogy ismerhettem, hogy beszélhettem vele. A jubileum alkalmából rendezett ünnepségen Győriné dr. Ceglédi Márta polgármester és Győri János Bertalan alpolgármester osztották meg személyes emlékeiket Penzner Párról. Amikor Magyarországra jött ezt a házat, mindig megkereste. Amikor már az idősek nem éltek, hanem a legfiatalabb gyerek maradt a házba, egy fiatal, nem fiatal, egy idős hölgy, és ahhoz a házhoz mindig oda ment. És valahogy egyszer oda, úgy adódott, hogy hozzánk is eljött. Elhozta a nagynéném. És attól fogva, amikor Magyarországra jött, mindig jött hozzánk is. De az a nagy életvidámság és fiatalság, fiatalon öltözködés, nem szabad sötét ruhába öltözni egy idős embernek, mert akkor öregnek látszik. Penzner Pál nevét egy helyi alapítvány is viseli, mely az általános iskolás képzőművészeti tehetséggel megáldott diákokat segíti. A rendezvényen az alapítvány kuratóriumi elnöke is megemlékezett a festőművészről. A városért, a város fejlődéséért való tenni akarását mit sem bizonyítja jobban, mint hogy a minden civilizáció bölcsőjét, a kultúrát, az oktatást kívánta támogatni, amikor 10 000 dolláros alaptőkével megalapította a Penzner Pál alapítványát, amely 2006-ban kezdte meg tényleges működését. Penzner Pál tiszteletére a FÉBE, az önkormányzat anyagi támogatásával jubileumi emlékérmet adott ki. Az érem tervezését és a gipszminta elkészítését az egyesület tagja, Szabó Imre fia Béla szobrászművész, jászfényszerű díszpolgára ajánlotta fel. November 29-én polgárvédelmi oktatást tartottak a művelődési házban, és családi napon készítettek adventi koszorúkat az érdeklődők a teaházban. Rövid híreink jönnek. Magyarországon 18 éves kortól az öregségi nyugdíjkorhatárig minden olyan állampolgár polgárvédelmi szolgálatra kötelezhető, akire nem érvényes a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott mentességek valamelyike. A települési polgárvédelmi szervezet egységeit műszaki, infokommunikációs, logisztikai, egészségügyi és lakosságvédelmi csoportok alkotják. Ezek tagjait szaktudás, életkor, egészségügyi állapot és munkahely alapján jelölik ki. Jászfényszalun közel 60 főt rendeltek be polgárvédelmi szolgálatra. Nekik tartott előadást a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársa november 29-én, ahol szó volt a várost érintő lehetséges katasztrófákról és elhárításáról. Volt a munkáltató. November 27-én családi napot tartottak a Teaházban, ahol ezúttal a karácsonyi készülődés volt a téma. A rendezvényre a délelőtt folyamán közel 40 fő érkezett, hogy az intézmény munkatársainak segítségével elkészítse adventi koszorúját. Hát a mai nap egy családi napot tartunk tulajdonképpen, és a családi nap keretében adventi koszorút készítünk. Ma kell meggyújtani az első gyertyát az adventi koszorún, és úgy gondoltuk a kollégáimmal, hogy ezt a mai napot erre fogjuk szánni, és családokat invitáltunk, közösen együtt az adventi koszorúkat elkészítsék, és remélem, hogy nagyon sok embernek tudtunk ezzel örömet okozni, mert tulajdonképpen ez is volt a szándékunk, úgyhogy örülök neki, hogy ilyen sokan eljöttek a programunkra, és tulajdonképpen Csináld Magad Klub családi nap keretében meg tudjuk valósítani ezeket a programokat. A kézműves foglalkozáson bárki kedvére válogathatott a megannyi színes gyertya és természetes dísz közül, ki a hagyományos, rózsaszín és lila gyertyák kombinációját, ki a kedvenc színeit ötvözte, hogy elkészítse családja számára szeretettel teli adventi koszorúját. A
Az elmúlt két hétben fellobbant az első és második adventi gyertya is a városi koszorún. Az egyházközség lélekemelő ünnepi műsorokkal, versekkel, közösségi éneklésekkel varázsolta, meghitté a gyertyagyújtásokat. Az egyházi év az adventi idővel kezdődik, közelebbről pedig advent első vasárnapjával. A 4 hetes időszak a karácsonyra való felkészülés, tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje. Az első adventi vasárnapunkon, hogy mondjam, tegyünk elhatározást. Abban az értelemben, hogy igenis készülni akarunk karácsonyra lelkileg, és az első ötletem, az első tervem, hogy szálljunk időt az Istenre. Meghitt ünnepi programokkal várt a Jászfényszaru advent első vasárnapján az ünneplőket. A római katolikus templomban Kis Gábor esperes plébános, érseki tanácsos celebrált szent misét, melyben kiemelte, hogy ebben az adventi várakozásban fokozott figyelemmel kell lennünk Isten tanításaira és az idő múlására. Először is van egy alapélményünk, hogy rohan az idő, és nincs időnk semmire. És amit egyre inkább látok, hogy leginkább az Isten iránti figyelmünkre nincs időnk. Annyi mindennel foglalkozunk, hogy nem szánunk időt az Istenre. Különleges értéke lesz az időnek, mert a lényeges dolgokra, az emberi kapcsolatainkra, ha azt akarjuk, hogy azok működjenek, az elsősorban időt kell szánni. A szentmise után a díszkivilágításban pompázó templomkertben folytatódott az ünnepi műsor. Alleluja, alleluja. Testvéreim, adventi készületünk ideje, bűnbánati időszak. Ebben az időben próbálunk mélyen a lelkünkbe tekinteni, próbáljuk rendezni az életünket, és a figyelmünket megpróbáljuk az Isten iránt, az Istenre irányítani. Mert szeretnénk felfedezni az Isten igazi gazdagságát, és még inkább azt a rendet, azt az igazságot, amely a mindenséget összetartja. Az első adventi ünnepség végén Kis Gábor atya azzal az útravalóval búcsúzott a megjelentektől, hogy jó cselekedeteink vezéreljék mindennapjainkat, csaljunk mosolyt és szerezzünk örömet egymásnak, mert a jó dolgok közepette megerősödik az ember lelke. Advent második vasárnapja azt üzeni nekünk, hogy egyre közelebb a várva várt karácsony, s ahogy közeledik, úgy kell megnyitnunk szívünket és lelkünket. A készülődés napjaiban a legtipikusabb szimbólum a fény és a sötétség szimbolikája. Testvéreim, advent második vasárnapjához érkezünk. Újra meggyújtunk egy szál gyertyát a mai estén az adventi koszorunkon. Jöjj el népek várakozása! Urunk Jézus! És örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel. Nagy szükségünk van tanácsodra, segítségedre és oltalmadra. Ha saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe esünk, és észrevétlenül a családság áldozatai leszünk. Advent második gyertyája a reményt szimbolizálja. A reményt, hogy akár a teljes sötétségben is fényt hozhatunk lelkünkbe, ha egymásra és Isten tanításaira támaszkodunk. Látod, Istenem, milyen esendő vagyok. Ha legalább nagyjából rendben mennek a dolgaim, sokszor elfelejtek beszélgetni veled. Bezzeg, ha fáj,
szorít, sajog, ha kényszerít valami ott belül, rögtön kicsúszik a számon, szinte észrevétlenül. Istenem, add, hogy! Nekünk, aki eszeveszett tempóban száguldozunk az adventi fényekkel, ékesített utcákon, böngészszük a karácsonyi katalógusokat, hogy mit, milyen hitelből lehet vásárolni, hogy gazdagabb legyen az ünnepünk. Ne féljünk örömet okozni másoknak. Örömet, mely néha apróságnak tűnik. Lehet egy kedves szó, egy apró mosoly, vagy bármilyen kicsi gesztus. Advent második gyertyájának igazi üzenete, hogy gyújtsd meg a remény szikráját azoknak a lelkében, akiknek talán csak a te biztatásod hiányzik ahhoz, hogy újra erőre kapjanak. S ha megtetted, meglátod, hogy nem csak rajtuk segítesz, hanem magadon is. A már hagyományos fogadhajtó bállal zárták le a 2016-os évet a jászfényszori fogadhajtók. Ez volt a 8. alkalom, hogy meghívták a térségben működő szakmai csoportokat, illetve a megye fogadhajtóit, hogy egy jó ízű vacsora mellett beszéljék meg az évközi versenyeket és a fogasporttal kapcsolatos változásokat. A már hagyományosnak mondható fogadhajtóbált idén december 3-án rendezték meg Jászfényszaron. Az előző évekhez hasonlóan az estét a bál fővédnöke, Győriné dr. Ceglédi Márta polgármester nyitotta meg. Ha én végignézek ezen a közösség szerető, közösséget élvező, szerető embereket, fiatalokon és az én korosztályomon, akkor én biztos vagyok abban, hogy Jászfényszaronnak nem csak jelen van, hanem jövője is. És nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, akit össze tud hozni a közösség szeretete, a fogadhajtás, egy egyáltalán jól tudják magukat érezni. A köszöntő sorában Kollár János, a Puszta Monostoriak baráti körének az elnöke is köszöntötte a vendégeket, és köszönetet mondott a fényszarúi fogadhajtóknak, hogy nyáron segítkeztek a Puszta Monostori fogadhajtó verseny megszervezésében. És mint puszamonostori lakos szeretnék köszönetet mondani Pál Jánosétnak, és kiemelten a baráti körünknek azért, hogy puszamonostoron a 6. alkalommal sikerült megrendezünk a fogadhajtó versenyt, elég színvonalas rendezvényt sikerült lebonyolítani. A hagyományokhoz híven a vacsora előtt idén is kulturális műsor szórakoztatta a vendégeket. Először a jászfényszarúi Fortuna együttes foglalta el a színpadot. Tudja, hogy tornázok én! Évek óta a kulturális műsor rendszeres szereplője, az Iglice Gyermeknéptánc Együttes, akik idén a Fölszállott a Páva című televíziós tehetségkutatóban bemutatott produkcióval készültek a megnyitóra. Fogadhajtóbált évente egy alkalommal, évvégén rendezik meg Jászfényszaron. Ilyenkor a megye fogadhajtói egy jó ízű vacsora mellett megvitatják az évközi versenyeket és a fogadhajtással kapcsolatos változásokat. Ezt a rendezvényt, ez már tulajdonképpen hagyomány, ez a 8. alkalommal, hogy rendeztük, és itt összejönnek az emberek, megbeszélik az éves eseményeket, jó, rossz dolgokat, és újabb kapcsolatok alakulnak ki. Vannak olyan bálozók, akik most jöttek először, hallották, hogy jó volt a rendezvény, és ezáltal most részt vettek a rendezvényünkön. Jászfényszaron évközben fogadhajtó és díjugrató versenyt is rendeztek, és emellett a pusztamonostori versenyben is segítkeztek. A két település fogadhajtó közössége remek kapcsolatot ápol egymással. Ez egy nagy megtiszteltetés számunkra, puszta monostoriaknak,
hogy a jászfényszobrot fogadhatjuk, ezen belül pedig Pál János és családja, és annak a baráti köre, az minden évben megtisztelik a pusztamonosodikat azzal, hogy minden évben megrendezhetjük településünk legrangosabb, legnagyobb eseményét, és ez pedig a fogadhajtó. Külön büszkék vagyunk arra, hogy ebbe az évbe Fazekas Sándor miniszter urat és vendégül láthatunk, és ezt köszönhetjük Pál János és családjának, mint fogadhajtóknak Jászfényszorúra. Ami is közös az önkormányzatunk, evidens, hogy támogatjuk egymás rendezvényét. Mert a fogadhajtók egy összetartó nép, ami példértékű mindenki számára, nem csak a településünkön, hanem az egész országban. A vacsora után elkezdődött a hajnalig tartó mulatás, melyhez a talpon állvalót Banya Csaba és Berki Jenő szolgáltatta. Az idei fogadhajtó estre közel 200 vendég látogatott el. Eddig tartott Jászfényszorúi magazinunk, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat, riportjainkat megtalálják a Jásztrió Televízió weboldalán a jttv.hu, mindösszesen csak ennyit kell bepötyögni, vagy kísérjék figyelemmel Facebook oldalunkat, nagyjából 7000-en teszik ezt, ott friss képgalériákat, feltöltéseket találnak. 2 hét múlva jelentkezünk, addig is minden jót, viszontlátásra!